itt vagyunk ezen az őszjárpa táblán, ez egy viszonylag később vetett őszjárpa, de ennek ellenére elég szépen megerősödött télen az állománya. Látszik rajta, hogy még nem lendült neki igazán a tavasznak. A ma reggeli fagy még ebben nem tett kárt, bár itt a levél csúcsán lehet érezni, hogy azért nem örült neki. Az őszi vetést mutatja Domján Sándor agrármérnök. Mint mondja, a gomba betegség már könnyebben megtámadhatja a szántóföldi növényeket, de ezt még ma nem lehet megmondani, hiszen az első ilyen komolyabb tavaszi fagy Karcagon a múlt héten volt. Ha többször ismétlődik a fagy, akkor lehet csak látni a hatását. Télen a fagy az öröm, ebben az időszakban az évnek azonban üröm. Megtréfált minden növényt az időjárás, hiszen meleg rekordokat döntött ez az év a tavasz folyamán. Hát ezt elhitte az összes gyümölcsfa, elhitte sok szántóföldi kultúra is. Ma reggel már itt nálunk Karcagon megcsípte a fagy a határt, és az előrejelzések szerint még lesz is. De hát ez is olyan dolog az időjárása kapcsolatban, amihez nekünk alkalmazkodni kell gazdálkodóknak, az általunk gondozott kultúrák pedig többé-kevésbé fognak tudni hozzá alkalmazkodni. A kalászosok még nincsenek abban a veszélyeztetett helyzetben, hogy -1-2 fok bántsa őket, hiszen a téli pihenő után most indulnak meg, most vannak a fejtrágyázások. A repcék már megindultak, ott okozhat kárt, főleg ha több reggel is, vagy több éjszaka is fagy lesz. A gyümölcsösökben azonban komoly gond várható. Itt az út mellett is, de bármerre megyünk, az összes gyümölcsfa virágba borult. Hát ezeknek a sorsa attól fog függeni, hogy tényleg bejönnek ezek a fagyos napok, vagy nem. Ha bejönnek, akkor sajnos a termés oda lesz, ha elkerüli, akkor nem. Telepített gyümölcsösökbe ugye próbálnak védekezni a gazdák. Eleve a gyümölcsösök egy jó része, ha a lejtős területen van, dombon vagy hegyen, akkor főleg a déli oldalakat részesítik előnyben, ami azért melegebb, napsütöttebb oldal. A síkságon ilyen nincs, ott a tájolással lehet valamennyit segíteni, hogy a sorokat úgy érje a napfény, hogy minél jobban föl tudjanak melegedni. Illetve hát vannak a különböző melegfüstös megoldások, amik megfelelő szélirányoknál és enyhébb fagyoknál segíthetnek. De csoda nincs, tehát hogyha a természet azt mondja, hogy el akarja venni, amit korábban adott, akkor el fogja venni, ezt kemény fagyokkal meg tudja tenni. Ilyenkor nem jó, ilyenkor már nagyon nem várjuk. Télen jobban örültünk volna, hogyha akár -20 fokok vannak heteken keresztül, hiszen nagyon sok növényi és állati kártevőt elpusztított volna. Hát ebben nem volt részünk, mivel a természet megindult, ezért most már nagyon nem kéne a fagy. A fagy a tavaszi mezőgazdasági munkákra nem volt hatással. A tavaszi szántóföldi munkákra gyakorlatilag nincs befolyása ezeknek a fagyoknak, hiszen ha netántán valahol átázott talajok vannak, ahhoz kevés, hogy azon el lehessen menni géppel. Ezek a fagyok a tavaszi munkákat hátrányosan nem befolyásolják, viszont egyes műtrágyáknak, baktériumszereknek, kvázi növények számára alkalmazott probiotikumoknak a hatásmechanizmusát ugyan lassíthatja, hatásfokából csökkent, de magát a munkát nem zavarja.